vendégeseim. Sziasztok fiúk, lányok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban leginkább egy kicsit ilyen üzletelés videó lesz, mert 661-eseim vannak eladók. Többen érdeklődtetek, hogy szeretnétek 70 köpcentis gépet, valami nagyobb gépet. Srácok, én nálam nagy példányszámba igazából 661-esek fordulnak elő, úgy talán még a 660-asok. Mert igazából ezeket a gépeket érdemes megjavítani, mert rengeteg géppel próbálkoztam, most itt a nagyobb kategóriáról beszélek, tehát nem a kicsikről. Rengeteg géppel próbálkoztam, ezeknek a javítások, hogy mondjam, gazdaságos, és ebből lehet még olyan gépet csinálni, ami a vevő részére is egy jó gép lesz, az eladó számára lehet nem egy ráfizetés, tehát ilyenek vannak. Mutatok majd mindjárt egyet, régebben vásároltam ezt a gépet, túlságosan jó nem jártam vele, nem sokat használtam a gépet, egy pápai kereskedőtől vettem, aki rengeteg ilyen gépet árusít, egyáltalán nem értem meg az árát. A ráfordított alkatrészekkel együtt annyira akarom eladni, hogy nullán legyek, ennyi. Na, de van ezen kívül másik 661-es is, van C-s is, mert ez egy sima karb is, kettő darab, úgyhogy srácok, hogyha 661 kell, akkor jelentkezzetek. Kizárólag csak személyes vásárlással, adásvételi szerződés írással. Tehát itt veszed meg innál, amit el kell, gyere érte, itt ki tudod próbálni. Ha nem tetszik, adok a kezedbe egy másikat, próbáld ki azt. Ha egy is tetszik, akkor maximum buktad a benzinedet, de nem lesz a birtokodban egy olyan gép, amiatt nem szeretni. Ilyen egyszerű. Na, erről ennyit, majd mutatom a gépet. Ha bár még nincs teljesen kész, tehát csak mutatom, hogy mi lesz belőle. Na hát, Molnár Gábor ugye, várjatok, ehhez azért kell egy kis kellék. Így okosabbnak és őszintébbnek, valamint egy megfáradtabb, becsületes munkásembernek nézek ki, és azért én ezt így felrakom, mert ezt a Gábortól tanultam. Ügyes pszichológus srácok, nagyon jól játszik a lapokkal, egy nagyon dörzsölt fickó, tényleg egy dörzsölt. Egyetlen egy dologban nincs szerencsé, hogy én vagyok az ellenfele. Na, Molnár Gábor ugye felrakta az éremnek a másik oldalát, aztán jobban megvizsgáltuk ezt az éremet, srácok, az érem hamis, egy hamisítvány. Mindjárt kitérnék arra, hogy Laci barátom, ahogy felrakta a videót, fölhívott engem, megkérdezett, hogy mi csináljunk. Mert ugye Laci azt mondta, hogy a beszélgetést megvágta, hogy a beszélgetés nem így zajlott le. Ez egy félórás beszélgetésből kivágott, megvágott, egy bizonyos környezetből kiemelt részlet, ami nem fedi a valóságot. Laci azt mondta, hogy egészen biztos, hogy a 021-jel kapcsolatban az elégedetlenségét kifejtette, és biztosította arról, elmondta, hogy a gépet videózásra nekem küldte el, és akárki akármit mond, ugye, mert hogy tudtunk róla, nem tudott a Laciról senki, mert nem ért hozzá. És én azért mondtam el, hogy friss összeszerelés, a hombárfejűnek mondanám, mert nem használták a gépet. Nem azt mondom, tegnap csináltad, de nem is akkor csináltad, amikor te mondtad. Ugye Molnár Gábor most takarít, azokat a videókat leveszi, ami terhelő bizonyítékkal szolgálna ellene, tudja jól, hogy kivel áll szembe, úgyhogy a Molnár Gábor bepánikolt, olyan ilyen földrengés előtti patkány menekülést látok. Molnár Gábor leveszi azokat a videókat, ahol olyan gépeket csinált, ami terhelő bizonyíték lenne ellene, ugye, hogy ne tudjuk bemutogatni. A másik meg azokat a videókat veszi le, ahol belehazudott a nagyvilágba, tehát rágalmazott, vagy egyben fenyegetett. Tehát még egyszer mondom, hogy az ellenfél rendkívül dörzsölt, és ugye kap tanácsokat is. Na hát, Molnár Gábor felemlítette, ugye, hogy én családapa vagyok, és hogy én megemlítettem az ő lányát. Molnár Gábor tagadja azt, hogy ő álnéven, ugye a fiamra olyan obszén megjegyzéseket tett, amit ha akkor ott van előttem, akkor abból 15 év börtön lett volna nekem abban a pillanatban. Akkor én azt mondom, hogy ez a Farkasfalka nevű kamu felhasználót adjátok ki nekem. Ezt adjátok ki, ezt az embert nekem, ha nem te vagy az, Molnár Gábor, adjátok ki, ti tudjátok, hogy akkor ki az, adjátok ki. Tehát kamu az egész, tehát Molnár Gábor eleve már azt tudjuk, hogy a mi vega az ő,
ugye Mivegor kitála, hát ezt a videóját is levette, abba olyan rágalmazásokat fogalmaz meg, mint ugye van ez a szerencsétlen gyerek, a Csomós Gergő, és én itt most megkérném Csomós Gergőt, hogy ehhez a videóhoz ne kommenteljél, mert kurva sok belőled. Tehát egy dolgot nem értesz meg ebbe a műfajba. Ha a sok, az itt nem jobb. Itt a kevés, de őszinte, igaz, az a jobb. Egy becsületes ember nem tüntet el videókat, nem fenyeget meg senkit, és nem rágalmaz meg senkit tudatosan. Ha meg nem tudod, akkor itt az idő, hogy bocsánatot kér, mondjuk a Csomós Gergőről azt állítottad, hogy kiberbűnöző. Na én ennek utána néztem. Semmilyen nyoma nincs ennek. Ezt a 021-es átutalása is a felesége nevére történt, mert ő állítólag ebben az időben táppénzen volt. Ő azt mondja, hogy ő ebben az időben az erdőben dolgozott. Üzenetet írt, hogy ő táppénzen van. Tehát üzenetbe, megvan az üzenet. Úgyhogy ez hazugság. Itt járt nálam valamikor egy favágó, aki nézi a Molnár Gábor videóját is, meg az enyémeket is, és azt mondta, hogy az a fa állomány, amit ott a Molnár Gábor termel ki, az bagatell pénzek. Most, hogyha nekem ennyi munkám van, akkor nem adom ki a vállalkozónak, mert simán keresek 60 ezer forintot tisztán, könnyű munkával, nem megyek ki 20 ezerért szokni az erdőbe. Oké, hogy kimegyek heti egyszer, legyen ilyen videó is, azt megértem, mert videós vagyok. De azt nem értem meg, hogy lemondok 60 ezer forintról 20 ezer forint ellenébe. Ilyen nincs, a Molnár Gábor nem ilyen. Maradjunk annyiba, hogy kamu az egész. Méghozzá azért, mert ez a 021-es ott volt nálam műhelyében az asztalon. A Molnár Gábor elmondta szó szerint, hogy sokat szopott vele, de már kész, ki akarta cserélni a légszűrőt is, amikor rájött, hogy ennek légszűrő házzal együtt kell cserélni ahhoz, hogy betedd a modernebb légszűrőt. Ezt ő így elmondja, ha bár ugye gondolom a videót azt már letörölte gyorsan. Úgyhogy nagyon érdekes dolgok történnek. Molnár Gábor, mit gondoltok? Ha most én vettem volna egy gépet így a jófogásról, csak így, és ráhazudom, hogy ez a Molnár Gábor szerelése. Miből ismerte föl? Honnan ismerte föl? Ugye van egy, azt állítja egy Husqvarna 365-ösről, hogy azt is az alvállalkozója szerelte, ott is. Tehát az árak úgy mentek föl, jött az üzenet, hogy rengeteget szopok a lentkerekével, a gyújtásával, nem tudom beállítani a gyújtást, új lentkereket kell elvenni, ezért lesz ennyivel több az ár. Ugye, Gábor? Te most akkor te szoptál vele? Mit jelent az, hogy szoptál vele? Tehát mindig mentél az alvállalkozóhoz, és még mindig nem volt kész, még mindig nem volt kész? Vagy akkor mit értettél ez alatt? Ezt magyarázd ki, mert tudom, hogy ki fogod tudni magyarázni, mind a két gép esetében, mert azt mondtad, hogy sokat szoptál vele. Mit? Mit? Nem tudtad a benzincsövet berakni, nehízót berakni belőrű, mi? Mert azt csak úgy belőrű tudtad berakni, ahova tényleg szoptál. Srácok, nyilvánvaló Molnár Gábor vakarja le magáról a felelősséget, tehát az a baj, hogy méltósággal veszíteni se tudsz. Ennek itt az egésznek lehetett volna egy pontot tenni a végére, sőt, akár az ellenségeskedésnek is. Én ezt azért szántam ezt a videót, azért akartam ezt, hogy legyen meg ez a videó, hogy vedd észre, hogy nincs olyan ember, aki nem hibázik. Nincs olyan ember. Ti rám akartatok verni a Vilicsel egy olyan balhit, amit nem én követtem el. Azt a 372-es Husqvarnát. Volt pofád, odajön is, ott kommeltetek, ott támadtatok. 1000 versus 1-ben engem. 1000 versus 1-ben. Szígyeld a pofádat, hogy föltettél egy manipulált beszélgetést. Na, amennyiben Molnár Gábor nem veszi le önmagától ezt a videót, én a Lacinak azt ajánlom, hogy tegye meg az ő hangjával visszaéltek, és visszaéltek a bizalmával. Tehát ez nem csak a YouTube-nak az irányelveit sérte, hanem meg ez sérte a BTK-nak a törvényeit is. Ne foglalkozz abba, hogy ki fizette. Azért fizette ki, mert nem adtunk neki más lehetőséget. Nem volt a Molnár Gábornak semmilyen más lehetősége, mert abban a pillanatban ez bírósági ügy lett volna. Úgyhogy nem azért fizette neked ki, mert olyan fasz a csávon, mert nem volt más lehetősége. Azért fizette ki. Mert ugye én, hogyha belepiszkálok ebbe a gépbe, és a Molnár Gábor ezt ebbe tisztában van, hogy akár, hogy nem ő rakta bele, akkor harcolt volna az igazáért. Molnár Gábor azért nem harcolt, csak így belengedte a követőinek, hogy azért ő ártatlan, nem vagy ártatlan. Hallod, méltósággal még veszíteni se tudsz. Elvesztetted a méltóságodat. Ha lenne egy csöpp méltóságod, akkor feszes mellett kiálltál, és azt mondtad, van egy meló, ezt az meg elkurtuk, és helyre fogjuk hozni. Azt se engedted volna meg, hogy én javítsam meg, hanem visszakérted volna a fűrészt. Erre számítottunk egyébként, hogy azt fogod mondani, oké, küldjük vissza a gépet, és megcsinálod, mert ez lett volna korrekt. Én ezt mondtam annak a reteknek.
hívjál föl, küld vissza, megcsinálom. Mert nem vagyok ilyen, hogy mondjam, nem az emberek 20 ezer forintjának a lehúzásából akarok megélni. Ja. Na és itt szólnák azokhoz a kommentelőköz és nézőköz, akik bekommenteltek mindenféle szart, mert ők nyalják a Molnárnak a valagát, hogy itt volt egy károsult, faszkalapok. Ássátok el magatokat, kurva mélyen. Ássátok el magatokat. Szenny emberek vagytok. Szenny emberek. Azt kívánom nektek, hogy járjatok ugyanígy, utána még szaladjatok fűhöz, fához, és térden állva könyörögtök majd egy olyan emberek, mint én, hogy valaki álljon ki értetek. Szar emberek vagytok. Hát, hogy azért tisztában legyetek, Molnár Gábornak nem az volt az első reakciója ott a beszélgetésben, hogy igen, ez a gép nála járt, hanem a legfontosabb neki az volt, hogy volt-e nekem bármiféle jogalapom, hogy ezt a videót leközöljem. Molnár Gábor azt foglalkoztatta Molnár Gábort a legjobban, hogy tudja az én videómat eltüntetni. Molnár Gábor, engem nem fogsz tudni eltüntetni. Ha megszűnnek a személyiségek, ha megszűnik a fanklub, ha megszűnnek az álnevek, ugye meg a telefonos zaklatások, ugye most már jó pár napja kaptam néhány telefonos zaklatást, és ugye azt írja a csáó vissza, hogy bocs, téves, mikor ráírok, vagy rácsörgök, és mondom, amit odaírom neki, hogy gondolom, akkor meg viszont jó van, MS500 I-mester. Na, hát ki tudta az én telefonszámomat Orosz Andráson kívül? Följelentettek ugye a Stíl Magyarországnál. De ugye Molnár Gábor azzal kellett, hogy foglalkozzon tavaly szilveszterkor, hogy a bíró árpén röhögjünk, mert nem is stiles. Aztán, amikor kiderül, akkor még följelentik. Hát akkor még így. Szaremberek vagytok. Szaremberek vagytok. Nem tudtok egyenesen, gerincesen harcolni se, de veszíteni se tudsz gerincesen, bazd meg. Ez derült most ebből ki. Na srácok, itt a gép, de mielőtt még belefognák, ami még eszembe jutott, ugye Szendi Laci, ugye nem adta hozzá az engedélyét a Molnárnak, hogy a hangját feltegye, és remélem, hogy a Laci megteszi ezért a kellő lépéseket. Én mindenben támogatni foglak, Laci, tehát én mindenben támogatlak. Ha kell, tanúd leszek, ha kell, ott állok majd mindig melletted. Mert számítunk arra, hogy a Molnár fenyegetőzésekkel, meg mindenféle trükkökkel fog élni. Laci, én ott vagyok melletted. Na, a másik dolog még az, hogy a Laci engem főleg a Vilicsnek a fanklubjába hallott rólam, még ott talált engem igazából meg. Mert azt hitte, hogy a Viru Árpi valós fanklub, hogy olyan emberek, akik a rajongói táboromba tartoznak, a Laci ezért csatlakozott ahhoz, ugye ahhoz a fanklubhoz, lehet, hogy előtte látta egy videómat, de igazából semmilyen kapcsolatban nem voltunk a Lacival. És a Laci volt az egyik, aki tényleg felháborodott azon, hogy mik folynak ott. Ugye ezen kívül négy barátom volt még ezen a fanklubban, nem tudom most egy valamelyik ők van-e fönt, de például, mint a Győri Gábor, és amikor szót emelt az érdekembe, hogy ami ott folyik, az már ocsmánykodás, akkor megkérdezték tőle, hogy ünnepekkor mi lesz az ebéd. Tehát ugye ők lenézik a cigányokat, mert megy a cigányozás. Lenézik aki esetleg székely, mert azt románozzák, tehát megy a románozás, és akkor lenézik azt, akinek nincsen pénze, aki szegény. Lenézik a szegényeket. Kik vagytok ti? Szarfaszú vilicsék. Kik vagytok ti? Honnan veszitek a bátorságot? Na, úgy döntöttem, hogy most húzom meg a határt itt a fanklubos szarembereknek. Ugye láttam több, úgymond, tehát hogy mondjam, elismertebb ilyen videós és láncfűrész kereskedő is megfordult ebbe és megjegyzéseket írt, de azt látom, hogy az ocsmánykodás az nem állt messze tőlük. Úgy döntöttem, hogy most ennek véget vetünk, és elkezdjük ezt az egész ügyet felszámolni. Vagy megteszitek önmagatok, és megszűntök létezni, mindegyik, vagy pedig elkezdjük, mostán tényleg az lesz, hogy elkezdjük fölgöngyölíteni, aztán lesz, ami lesz, járok én 3 évet bíróságra, teliszarom az egészet, mert most lett elegem, amikor egy embernek annyi lett volna a dolga, hogyha becsületes, azt mondja, elbasztam, de megcsinálom. Az helyett, itt a pénz, bazd meg, csináljátok meg, de nem én voltam. Ráadásul a bíró Árpi jogtalanul mutatta be videóban, ráadásul a Szendi fölháborodott azon. Ez nem így volt, ez becsületsértés, méghozzá komoly becsületsértés. Ennek következménye kell, hogy legyen. Na srácok, ezt a gépet
jófogásra vásároltam én annak idején. Tudjátok, ilyen brutál kompresszió, mert minden, ahogy szokták ezeket hirdetni. Vagy pedig úgy hirdetik, mindig valamilyen ilyen nagyon jó izével, bontatlan, jó kompresszió, én ezt bontatlanul vettem, tehát hogy bontatlan gyári motor. Na, hát annyira volt ez a gép bontatlan, srácok, hogy ezzel a géppel körülbelül 70 köbméter falett kitermelve is össze, tehát kályha készre összevágva, a gép az ugye megadta magát. A gépet nem én használtam. És akkor derült is ki valójában, ez mennyire volt bontatlan a gép. Hát a csapágy az megforgott a főtengelyen, de hála Istennek a főtengely nem sínylette meg, úgyhogy egy új gyári csapágy került rá, más oldalra egy kolyó, és ugye egy gyári szimmering, egy gyári tömítés készlet került a gébe, tehát ebben minden gyári ebbe a gépbe. Amiért megforgott a csapágy, az azért, mert a bontatlan gépbe bele volt kendácsolva, ugye ez van benne a karburátor, hogy szívja befelé a dugattyú. Hát a stilekbe beleraktak ilyen szarokat. Én is fogalmam nincs, hogy minek, hogy mi az értelme. Na most ebben nem lesz. Ez lesz az első olyan 661, amit kipróbálok, hogy nem lesz. Ugyanis az egyik menet az valamiért elszállt. Tehát a kendácsolt, bontatlan gépbe. Önök is kell tudni erről, tulajdonképpen neki is mondhatják azt, hogy bontatlan. Tehát nem ő gyártja ezeket a gépeket, ő is veszi hozzá kintre, vagy mit tudom én. De szerintem ez egy magyarországi gép. Na mindegy. Tehát meg volt ez kendácsolva, ez a csavar, ez a menet az el volt benne szállva. Ebbe te nem tudsz menetet csinálni. Ebbe úgy van tényleg, hogy menet persejezni kell. Tehát hova? Ezt nem tudod, mert 4-es csavarra lehet csak berakni, 5-össel, mert nem tudod, mert a kilóg a feje. A gyűrűhézag, az óriási kompresszió, az 30, hát a 40-es nem ment bele az igazság, az még úgy elment, az jó, de raktam bele két új gyűrűt a gépbe. Ennyit akarok csak mondani, tehát, hogy ha így veszel, én is így, hogy veszek bontatlan gépet, akkor hát persze, hogy bontatlan. De hogy bontatlan, srácok. Mai világban nem kapsz már semmit, ami úgy van, ahogy azt hirdetik. Nincs. Egyszerűen nem kapsz. Polba bemész, megveszed az újat, és akkor azt te járatod be, az oké. Okay. Tehát, na mindegy, van 3 darab ilyen 661-esem, mindegyiket úgy készítem elő most tényleg, hogy csontra, tehát szét, csontra szét, csapágy, szimering, amelyikbe kell, amelyikben már egy picit gyanús azt is. Mert ebbe is először én meghallgattam, jó volt a csabály, de mondom, még azt sem mondhatom, hogy rögtön romlott el, mert ugye kibírta a 2x40-30-40 köbméter fát, az kibírta, és ott bekotlott. Az árát nem dolgozta ki, maradjunk ennyibe. Tehát az árát ez a 661 nem dolgozta ki, pedig hát az élet volna, hogy ne ha az árát, hogy még termeljen hasznot, és ez már nem tud termelni. Nyilvánvalóan egy fakitermelő az csak vadonatújjal jár jól. Tehát egy tényleg valamire való fakitermelő használt géppel, hát az elég rizikó. Az elég, annak látnia kéne, vagy ismerni kell azt a gépet, vagy ismerni kell azt a szerelőt, hogy kirakta azt össze, mert átvernek. Tehát mondom, egy ilyen kendácsolt alkatész benne a motorba ember. Ha már kendácsolok valamit, akkor teszek rá egy utána gyártott kuplungharangot, vagy valamit, de nem kendácsolok bele a motorba, bazd meg. A motorba nem kendácsolok bele. Nos, srácok, én ezt a gépet ma már nem javítgatom tovább, mert fázok, mint a dög. Úgyhogy ez csak egy ilyen rövid kis bejelentkezés volt. Lehet, hogy még teszek föl egy videót. Na, mindegy, srácok, ha 661-et szeretne valaki venni, ezeket én most totálisan átnézem. Tehát adtam el most korábban úgy, hogy csak valamit javítottam rajta, és eladom, de most ezek a 661-eseket úgy adom el, hogy totálisan átnézem. Ide jössz hozzám, vágsz vele, kipróbálod, és ha megfelel, elviszed. Ezeket a gépeket 170 és 220 ezer forint között fogom adni, amelyik a te pénztárcádnak megfelel. Ez a gép tulajdonképpen jó állapotban van, tehát lerúgva nincsen. Az eleje festve volt, de én ugye leszedtem róla, mert ugye nem nagyon hirdették, hogy lefújogatták így az elejét, de hát én ezt leszedtem róla. Van rajta kopás, de nem olyan mértékű, hogy elbasszuk egy izével összefestése. Úgyhogy ezt leszedtem róla. A gépre én raktam egy jobb állapotú hengert, azt lehet mondani, hogy ez a henger 100%-os. Raktam bele, ennek a hengernek megvolt a gyári dugattyúja, tehát gyári dugattyúval kapott 2 darab szabert, a 2 szaberrel van összerakva, tehát 2 nem stíl gyűrűvel van összerakva, azon kívül kapott teljesen új kuplung harangot, és új görgőt, akkor új kuplung rugókat, tehát föl van újítva a kuplungja. Na, az olajozás eleve jó is volt a gépben, tehát abban nem is volt gond.
Tehát ha akarod, hogy valaki kíváncsi rá, akkor a 661-esekre, akkor a következő, csinálok egy videót, akkor megmutatjuk, hogy mennek az eladásra szánt 661-esek. Ugye tudjátok, hogy én annak idején vettem ezt a, azt hiszem 40 ezer forintért vettem meg. Megvettem 40 ezer forintért. Egy ilyen hirtelen kapott ötlet alapján, de hát, hogy tulajdonképpen a gép, hogyha jó, akkor annyit megér, tehát megér a gép annyit. Sógoromnak ígértem egy gépet, hogy kap tőlem egy jó állapotú gépet, valamit, csak azért, hogy ő is bosszankodjon valamivel, és ma gondoltam, ha másnapra nem lesz jó, akkor már jó lesz neki, de én szerintem ő jobban akarna, szívesebben akarna egy stílt, úgyhogy srácok, ha valakinek kell ez a gép, 40 érez is eladó. Tulajdonképpen a gép az teljes mértékben rendben van, de hogy mondjam, hogy azért, amiket az eladók elfelejtenek ugye mondani. Azért adta el az eladó egyébként, mert kiesett a katalizátor belőle, tehát kiesett belőle a katalizátor, csörgött, zörgött, és nem tudta, hogy ezt mire vélje. Azért a gépet, én ezt így higgyétek el, hogy én, ahogy megvettem, tulajdonképpen nem nagyon néztem át. Azt tudtam, azt észrevettem, hogy egy gumibakja, ugye az halott, ennek itt volt egy ilyen gumibakja, egy teljesen idegen gumibakból, pont ami ide beleillett, azt hiszem rövidebbre kellett vágnom, vágtam bele egyet, úgyhogy nem kerestem hozzá, mert ez nem egy olyan gumibak, ami a kimondott a rugózás, hogy a rezgéscsillapításba vesz részt, ez tulajdonképpen egy stabilizálja csak a pozíciót, hogy álljon a gép, tehát egy stabilizátor tulajdonképpen. Ugye a gumibakok itt vannak hátul, itt van ez. Ugye ő nem kapott a dolmár, amiről másolták a szerkezetet, a dolmárnak a felső rugóját valamiért nem kapta meg, ugye, ami a hengerhez ide kötni, hanem kapott egy jó merev fogantyút inkább. Tehát a HECT 58 azért nem arról híres, rácsak, hogy egy kényelmi fűrész, meg ugye arról híres, hogy szereti beengedni a port. Annak ellenére, rácsak, a motorja az nagyon jó állapotban van. Én azt mondom, hogy ha mérünk most benne egy kompressziót, minimum a 12 bar meg lesz benne, tehát a motorját nem tudták lealázni, ami jó. Amúgy rendben lenne a gép, de azt vettem észre egyébként, hogy a karburátor, nem az eredeti karburátor, azt lecserélték egy piacos vagy egy webshopos kínai karburátorra, mert a HECT 58-asan olyan a karburátor, hogy kihúzod a szivatót, visszanyomod is fél gázra megy. Na hát ez a karburátor nem ilyen. Aki ezt a gépet szerelgette, az nem tudta, hogy ezek között a karburátorok között van olyan, amit kihúzod is itt a gáznál reteszeled, tehát a reteszelős fajta, meg az automata fél gázos. Nem tudta, hogy létezik ilyen, megvette, ami a legolcsóbb karburátor, ez a hajló, vagy nem tudom, ezek vannak az átlagos, a legtöbb kínai fűrészen, a legolcsóbbakon, amilyen reteszelősök. Ugye, tehát ez van rajta. Annak ellenére nagyon jó megy a karbival, tehát a karbi nagyon jó. Nem is nagyon kéri a félgázt, srácok, tehát nem hiányzik neki. Ez akkor fog neki hiányozni, amikor már a kompresszió nem lesz ilyen impozáns. Ez akkor fog neki hiányozni. Amúgy a gépet, ugye, ja, és akkor kaptam olyan kritikát rá, a kritikát észrevételt, srácok. Ez teljesen normális, hogy amikor a 460, beszélek már, 261-esekkel raktam össze, hogy pörgött volna jobban is a gép. Srácok, a HECT 12500-ra van beállítva. Ezt meg fogom nektek most mutatni, kihozom, mert benn van a melegbe az minden digitális cuccom, tehát benn van a fordulatszámérő, megmérjük, hogy mennyit forog a HECT. Sok kedve nincs fűrészelni, de nem tudom, ha rászánom magam még ezt, nem tudom, most ebben a pillanatban nem tudom, akkor csinálunk egy olyan próbát, hogy 12500-on vágunk egyet, meg föltekerjük a gépet, hogy vág akkor, hogy... Én ezt kipróbáltam a Strauss-szal, az is a 12500-on vág a legjobban, ugye a kis Strauss-om, amit szeretek, ugye amivel gúnyol engem a magtalan, mert ugye valaki beszólt nekem, hogy miért kell a gyermekteleneket, egy olyan, akinek nemrég csinálta a profilját, hogy miért kell belerúgnom a gyermektelen, nem a gyermektelenekbe, én abba az egy emberbe rúgtam bele, mert olyan ne kritizáljon, hogy nekem mire tellik, ne gúnyolja. Nekem ez a kurva kínai fűrész mentette meg egyszer az életemet.
ha nincs ez a kurva kínai fűrész, akkor nem tudom elvégezni a munkát, nem, hogy nem kapok egy vasat se. De nem tudom eltartani a családomat, mert a faszak is 4-es huszkvarnám baszott működni. Na, ha ez nem menti meg az életemet, ha vonagomat, akkor én hálás vagyok érte, hogy tudtam venni annak én ezt a gépet. Látjátok, olajfolyási problémákkal küzdik szegény, ezt nem is gondoltam. Eredeti benne még az olajozás, eljött az idő. Eljött az idő, hogy felújítsuk az olajozást, tessék. Az is lehet, hogy egyszer már beragasztottam. Ilyenkor, amikor egyszer beragasztottam, és még egyszer akkor átzsugorodik, hogy folyik, akkor olajcsőcsere. Van itthon egyébként olajcsővem, úgyhogy meg is fogjuk majd csinálni. Nem videóban, videón kívül. Tehát én azért mondtam, mert ne gúnyoljon. A szegénység, gyerekek, az szégyen. Hát az államnak a szégyene, hogy egyszerűen nem tudsz egyről a kettőről lépni. Nem azért, mert alkoholista vagyok. Nem azért, mert nem akarok dolgozni. Dolgozni akarok. Én munkával akarom keresni a pénzt. Nem lehúzások a munkával. Na, srácok, elindítom a gépet. Picit járatjuk is, mérünk egy kompressziót. És nem tudom, hogy ki hogy gondolja, vagy ki hogy tudja, hogy hidegen, vagy melegen. Szerintem melegen kisebb a kompresszió. Úgyhogy mérünk egyet így hidegen is, kíváncsiságból. Na, hadd szóljon a helyt. Odaadnám Sóginak, de úgy döntöttem, tényleg akkor kapjon majd egy stílt, ha eljön az ideje. És ha valakinek 40 000 forintot megér ez a hekt, akkor, ja, még mutatnám, van vele más probléma is, mert nem szeretnék én átverni senkit se. Probléma nem probléma, csak hát amit észrevettem azóta. Ugye ezt a gépet én úgy vettem ilyen bohóckodásra, tehát nem akartam én ebbe csinálni semmit, nem akartam egy köbméter fát se összevágni vele, maradjunk annyiban. És ugye nem is annyira néztem meg. Mindegy, ha valakinek kell a gép, egy ilyen hekt 58-as, egyébként motorikus állapota, srácok, 100%-os, nagyon jó. Amit egy ilyen 58-asnak tudni kell, az tudja, hogyha ebes, tehát úgy veszed, hogy vigyázzon rá, és ebben már komolyabb vastag a fákat, 30-40-es fákat darabogathatsz, hogyha arról van szó, nem vesz izokon. Tehát tényleg, ha valakinek ilyen kell, és erre telik, szerintem ez 40 000 forinti bőven megéri. Na, nézzük meg, hogy hidegen a hegben milyen a kompresszió. Picit húzom neki a gázt, mert ugye így nincsen fél gázom. Leteszem a főzőinket, mert... Megvan a 10, srácok, én nem leszoktam ráállni. Hidegen, srácok. Látjátok? Srácok, mindegy FK, 12 bar fölött. Tényleg nagyon jó, tehát motorja az jó, és nem is volt teljesen betekerve. Most nézem. Na mindegy, srácok. Múltkor is majdnem ilyen 13 bárig fölment, úgyhogy a kompresszió, az tényleg azt lehet mondani, hogy impozáns. Picit elindítjuk, járatjuk, és megmérjük még egyszer. Ha bár annyit nem fog szerintem esni, mert annyira nem tudom fölmelegíteni. Ja, ez egy ilyen kis piacozós. Ja, srácok! Azt kell, hogy mondjam, hogy a kis 181-esem is eladó lesz, mert lett helyette egy másik, egy picivel nagyobb, komolyabb, úgyhogy, vagy lesz helyette, úgy mondom. Úgyhogy, srácok, a kis vagy a kis 181-esemet nyugodtan az is jelezheti, mert ugye, na, hogy látszódjon is valami, ő is eladó lesz, mert van helyette, megvan az utódja. Jó? Na, aki látott már vele vágni, a gép az tényleg strapabíró, tehát meggyűrűztem a gépet, tehát nem gyári gyűrűk vannak benne, hanem szaber, akkor van benne egy új gyári membránszett. A gépet megszimeringeztem, a csapágyai jók voltak, ezen kívül a gép más alkatrészt tőlem nem kapott. Tehát, ja, de hogy nem, a benzincső volt elrohadva benne, tehát üzemanyagellátás problémája volt, tisztítások, üzemanyagcső, szimeringek, gyűrű. Tehát azt lehet mondani, hogy a gép az hosszú ideig szerintem használatra kész, akinek kell 50 000 forintért adom a gépet odaadni, ha nem, akkor marad, az alatt nem adom, tehát ne is alkudj el, mert annyira adom oda, megvan neki az utódja, hogy mi lesz. Srácok, indítsuk el a Hektort. Szivató,
nagyon könnyen indul amúgy. Arra figyelni kell, hogy a kapcsoló, mert hogy nem billen vissza, tehát hogy egyes állásban, ugye, ez meg szokott egy párszor szivatni, de se baj. Könnyített berántó, amivel elég nehéz berántani. Oké. Ilyenkor a félgáz hiánya miatt, srácok, ilyen háromnegyedik tolom ez csak így vissza, és tökéletesen menni fog. Na srácok, a fűrészelés az technikai okok miatt el fog maradni, mert kínhagytam. Ezt az egyet nem vittem be, srácok, is a hidegbe, egy az egybe megadta magát az aksi, az akkumulátor, vagy elem, nem tudom, mi van benne. Jó lenne gombelem lenne benne, de eleve, ha nem szétszedhető, akkor nehezen hiszem. Na mindegy. Hát, jó pár ideje megvan, 2 éve megvan, eddig jó szolgált. Nem bírja. Ezt elrontottam. Nem figyeltem. Mindent bevittem, az összes aksit bevittem, srácok. Ezt kínhagytam. Ugye azért este most már mínusz van. Na, mindegy. Hát akkor megmutatom, így szól, srácok, ez a gép. Habár már mutattam, szépen jön az olaj is. Az egyértelmű. Nincsen a géppel egyébként semmi gond. Majd mutatom, hogy mit vettem még észre. Na, most akkor mérünk vele így is egy kompressziót. Mást úgyse tudunk, tehát hiába is próbálnám megmutatni, hogy följebb tekerem. Egyébként tényleg, srácok, 12.500-nál vág a legjobban. Ez így megy. Ugye a stíl az még, ez még pörögött, a lehatárolós karbil is 14.500-at. Tehát az nyomot hagy, srácok, azért az nyomot hagy. Egyébként azt a 261-est, ugye a döntött hengerest, azt eladtam. Majd a gazdájának mondtam, hogy szeretnék tudni a sorsáról. A gazdájának megírtam mindent, sőt, hát követi a csatornámat, tudja, hogy mit vett. Tehát nem zsákba macskát vett. Na nézzük meg, hogy akkor kicsit felmelegítve, akkor változott-e valamennyit a kompresszió. Sőt, most nem is húzott neki félgázt. Kíváncsi vagyok rá, hogy jön-e más adat jön neki, hogyha folytószerep az nincsen nyitva. Szerintem akkor is kap annyi levegőt. Na, itt van, srácok, bemelegítve. Szóval ez a Hecknek a Heckt motorja rendkívül jó. Tényleg az FKJ-hoz tudnám hasonlítani. Srácok, ezen az áron ilyen minőséget. Tényleg semmi más nem kapsz. Nem kapsz semmi mást. Egy lerúgott 350-es Husqvarnát kapsz. Ez tudja ugyanazt. Tudja ugyanazt. És ez működni fog. Na, most már ezt vissza, úgy látszik, az izém az kezd haldokolni, vagy rosszul láttam. Na mindegy. 12 bár megvan, srácok. A 12 az megvan benne. Azért én azt mondom, hogy egy ilyen klón gép, ilyen kamugép nél, ez azért ez már jó. És lett használva a gép erőteljesen, tehát nem ugyan azért, mert ez polcon állt, és szinte vadonatúj használták, nem bírták lerúgni. Lehet, hogy olajból viszont kapott normálisat. Ritkán tudsz ilyen vételt kifogni. Mondom, kicserélték a karbiát. Ez ki lehetne cserélni egyébként, egy 3000 forintos tétel. Egy olyan kínai karbit kell rátenni, ami automata szivatós. Tehát nem primer pumpás, tehát nem a két csöves, hanem a sima egy csöves, de automata szivatós. Lehet, hogy van is itthon ilyen karbim. És amit még észrevettem, és egy srác, akivel szoktam így eszmét cserélni ilyen bütykölésekről, ő neki van egy ilyen 58-as, és tőle kérdeztem meg, hogy egyébként Hecknél, azt eláruljuk,
hogy akármilyen más vezető tesz rá, tehát meg kénytelen vagy, ha elkopik a vezető, megvenni a gyárit, én azt ajánlom mindenkinek, mert hiába teszel rá Oregont, meg minden, ami rámegy, nem oda nyomja az olajat. Ahogy fölteszed a hekt vezetőt, ez a világernél is észrevettem, ami ezzel készült, tehát ezzel a formátummal, azok se oda nyomják az olajat, úgyhogy ahogy fölteszed a gyári vezetőt abban a pillanatban, a hekt az megjavult, tehát már oda nyomja, ahova kell. Na hát nem pucoltam el a gépet, beírok magamnak egy fekete pontos, srácok. Ez ilyen mostoha gyerek itt, bocsássátok meg. Tehát ez nem tartozik azok a gépek közé, amelyikkel úgy nagyon foglalkoznák, mert tulajdonképpen bohóckodásra vettem. Na, betétkerék eléggé kopott. Egy neve nincs kínai. Ebből tudok rárakni egy jobbat, sőt most ebben a pillanatban rá is teszem, hogy ezzel már ne kerüljön vissza. És amit láttam itt alatta, hogy a hagyományos kínai kuplungot kendácsolták rá. Nagyon érdekes egyébként, hogy ráment. Remélem, hogy nem azon az áron, hogy valaminek a menetét tönkre verték, de tényleg pontosan jó ebbe a harangba. Mert ugye ebbe a dolmárnak az utánzata kellene, hogy benne legyen, de a kínai tették bele. Innentől kezdve tudjuk, hogy ezekbe a hektekbe, amiben a dolmár klón kuplung van, simán jó a sima kínai is. Ez semmit nem volna az értékéből, mert szerintem, ha már működik vele, ma meddig megy, addig megy, egy ilyen kuplungot kurva olcsón meg tudsz venni. Tehát ez semmi, hát ez 2000 forintos árakon árulják. Amíg azt a hektet, majdnem azt mondom, hogy dolmár állam tudnád megvenni a hektől, de most már innentől kezdve tudja mindenki, hogy ez is jó jár. Azért mondom, nekem ez semennyit nem vesz le az értékéből. Na, hát akkor egyelőre visszarakom rá ezt. Akkor, ha valaki megveszi tőlem, akkor addig szerzek rá, jó? Megígérem, nem adom ilyen ezzel kopott, hanem ha bár ezzel is még elmegy egy darabig, de nem adom ezzel oda, akkor teszünk rá egy rendeset. Na, srácok, nem tudok vágni a géppel, mert nincs értelme, hogy nem jó ugye a fordulatszámérőm. Megpróbálom megjavítgatni, ha sikerül, akkor megcsinálom ezt a videót, megmutatjuk a hacknél is, hogy melyik fordulatszámon legjobb a vágási teljesítménye. Én bízok a 12500-asba. Srácok, ennyi volt a videó. Annyit még talán, hogy elindítsuk a kis gépet is. Ugye azt is mondtam, hogy azt is el lehet vinni tőlem. Eladóvá vált, mert jött helyette egy 231-es. Őnek egy kicsit morcosabb a hangja, mert ugye van egy utána gyártott hangtompító rajta, tehát kipufogó rajta is. Annak ezt a méretét egy picit megemeltem, de tudom adni hozzá a gyári hibát a hang, tehát a kipufogót is, ez is jár hozzá valakinek. Megtetszene, 50 ezerért adom oda, ha kell, viheted, tulajdonképpen használatra kész. És látok, ez a videó, ez inkább egy ilyen kis bazáros videó lett így. Molnár Gábornak azt üzenném, tényleg így még utoljára, hogy jó fontolja meg, hogy mit csinál, mert én nálam tényleg betelt a pohár. Nem fogom tovább hagyni, hogy semmilyen szinten becsméreljenek, vagy ocsmány, tehát ilyen ocsmány képek jelenjenek meg rólam. Beszélgess el a Vili Zsoltival, hogy hogyan tovább. Ha ti úgy érzitek, hogy ez az út járható, hogy küldözgettek, hogy hívogattok ilyen letiltott számokkal, tehát hogy telefonos zaklatás, meg hogy a fánklubokba hogy tudtak mindig nagyobb ökröt csinálni belőlem, kifigurázni. Ilyen a nap végén beültök ilyen állakuntokba, mint farkasfalka, meg Mivega, meg a ilyen 45 évesen, hogyha nektek ez a színvonal, akkor ennek, akkor én kell, hogy pontot tegyek a végére, mert úgy láttam, hogy ti nem akartok, és nem tudtok, nem bírtok kijönni a játszott szerepetekből. Vagy ki tudtok magatok jönni ebből, vagy én kiszedlek benneteket. Mert mondom, itt a vége. Na, srácok, nem sokára rendes videóval jövök. Sziasztok!